Az Egyesült Királyságban igazi hagyománya van az évvégi munkahelyeken tartott karácsonyi partiknak. Ez sokak szerint azonban idejét múlt és kirekesztő megnevezés, így az egyes munkáltatók felszólították a közszolgálatban dolgozókat, idén a karácsonyi parti megnevezés helyett az ünnepi buli vagy a fesztivál kifejezése megengedett, hogy elkerüljék a nem keresztény valláshoz tartozó kirekesztését, adta hírül a The Telegraph. Az egyik jelentős kormányzati hivatal köztisztviselője azt mondta, hogy a csapatot megkérték, olyan éttermet keressenek, ahol nem szolgálnak fel alkoholt, hogy a muszlim kollégák ne érezzék magukat rosszul. Ettől függetlenül a Telegraph úgy tudja, nem állami beavatkozás történt. A munkahelyek egyénileg dönthetik el, milyen ünnepeket és megnevezéseket engedélyeznek, illetve tiltanak. Egyes források alapnak azt nyilatkozták, az ő munkahelyükön azért került sor a tiltásra, mert a vezetők attól félnek, a karácsony szó használata elidegenítheti a muszlim, zsidó, esetleg ateista kollégákat. El vannak már azok. Ezek a hírek olyanok, mintha személyesen Vlagyimir Putyin rendelte volna meg őket. És sajnos nem pusztán a hírek, hanem sajnos a híreknek a forrása, a híreknek a tárgya olyan, mintha a nyugati civilizációnak ez az önmeghasonulása olyan, mintha csak Vlagyimir Putyin rendelte volna meg, hogy legyen mi alól felszabadítani a nyugati civilizációt, mert Putyin nagyon fel akarja szabadítani, de hát mi alól, és nem kell olyan sokáig keresnie Putyinnak, hogy mi alól szabadítsa föl. Ez alól az identitás krízis alól, ez alól a bűntudat alól, hogy mi keresztények vagyunk, és mint keresztények, hát ugye ez a legsikeresebb, ez a legsikeresebb civilizáció jelenleg, sőt, hát olyannyira sikeres, hogy más civilizáció nem is nagyon van. Globalizáció nagyjából azt jelenti, hogy a nyugati civilizáció bekebelezi az összes többi civilizációt, mindenki nyugati ember már, mindenki fogyasztó már a világon. Ennek megfelelően ez a kereszténység, ez túl sikeres ahhoz, hogy a keresztény szellemben, hogy a kereszténység értékvilágában, hogy a hegyi beszéd szellemiségében kihúzhassa magát a maga sikeressége fölött. Felszegje a fejét a maga sikerességének a láttán. Tehát bűntudatot kell, hogy érezzen önmaga sikeressége láttán. Bűntudatot kell, hogy érezzen a gyarmatosítás, a rabszolgatartás, egyáltalán a önmaga kimagasló erkölcsi színvonala és kimagasló kulturális teljesítményei láttán. És tudod, ez az igazi próbája önmaga kimagasló erkölcsi színvonalának, hogyha e fölött, az erkölcsi színvonal fölött eltöltekezve annak a megerősítésével, vagy önigazolásával, felfuvalkodva, az állát felszegve kihúzza magát, akkor elbukott. Akkor nem méltó a nyugati civilizációnak az erkölcsi színvonalára, nem méltó a hegyi beszéd szelleméhez, hanem ő neki kéztördelve, fejét leszegve, bűntudatosan kell szemlélnie azt, hogy a kultúrája mennyire kimagasló. És ezt miben fejezi ki? Abban, hogy hát kirekesztő a keresztény szó, meg a kereszténység, meg ugye ez az ünnep, ez egy keresztény ünnep, ez a Jézus Krisztus születéséhez kapcsolódó ünnep. De ne hívjuk karácsonynak, mert ezzel kirekesztjük belőle a nem keresztényeket. De ez miért olyan nagy probléma? Hát ez egy keresztény ünnep, hát aki nem keresztény, annak nem ünnep. De legyen nekik is ünnep. Hát miért akarod az ünnepből kirekeszteni? Hát talán azért, mert ő nem hiszi, nem vallja, nem ahhoz a civilizációhoz sorolja magát, hát akkor nem kell, ne kelljen neki. De lehessen neki, hát lehessen, hát akkor legyen keresztény. De lehessen úgy, hogy nem lesz keresztény. Hát miért akarod te kirekeszteni? Hát akkor lehessen úgy, hogy nem lesz keresztény, csak akkor az ünnep maga veszíti el a kötődését, veszíti el a kapcsolatát a szférákhoz. Mert ennek az ünnepnek mégiscsak a betlehemi csillag, meg a három királyok, meg a pásztorok, meg a jászolban, az a Mária, barmok közt nyugszik az Isten szent fia, hát azért ennek van egy vallási kötődése ennek az ünnepnek, hát akkor idegenítsük el a vallási kötődésétől az ünnepet, és feleljünk meg ezáltal az ünnep tényleges vallási kívánalmának, diktátumának, a hegyi beszéd szellemének. Ha ahhoz, hogy befogadjunk valakit a jászolba, ahhoz az kell, hogy megtagadjuk a Jézus Krisztust, aki benne született, hát akkor egy kicsit megtagadjuk, de a szellemét megvalljuk. Tudod? És itt most ez egy ellentmondás. Meg lehet-e őrizni a kereszténységnek a,
a spiritualitását úgy, hogy a szellemét megtagadjuk, vagy meg lehet-e őrizni úgy a kereszténységnek a szellemét, a kereszténység ellenségei úgy hívják, hogy ezt a rabszolgamorált, amit mi egy civilizációs vívmánynak tekintünk, de a Nietzsche meg pont fordítva látta ezt a dolgot, meg az Evola az pont fordítva, tehát a kereszténység ellenségei pont fordítva látták ezt a dolgot. Mi ezt egy nagy erénynek, egy nagy civilizációs vívmánynak látjuk. De tudod, hogyha azért, hogy ennek a vívmánynak megfeleljünk végül, megtagadjuk a kereszténységnek a vallási spirituális alapjait, akkor vajon nem öntjük ki a fürdővízzel együtt a gyereket is a lefolyó csatornába? Pont fordítva viselkedünk, mint ahogyan azt Krisztus kérte. Ugye ő azt mondta, hogy az ő követéséért tagadjunk, meg is hagyunk hátra mindent, ha kell, akkor az anyánkat és az apánkat is. A kérdés, hogy kinek akarunk akkor ezzel, vagy kinek akarnak az Egyesült Királyságban megfelelni. És egyébként... De nem azt mondta, hogy az ő ünneplésének a kedvéért, hanem az ő követésének a kedvéért. És a Robi tök jól gyakorlatilag két helyes megoldást hoz itt, hogy a szellemiségét tagadjuk meg, vagy a Krisztusra való emlékezést, vagy őt magát. Uh-huh. Ezt a kettőt külön tudod-e választani egymástól, hiszen ha keresztény vagy, akkor ez nem válik le a Krisztus születésének a megünneplése, amikor egyébként a megváltására is emlékezel is. Ezáltal behozod az ő lelkiségét, azzal, hogy ő megváltott téged. Tehát a karácsonyá választottan a húsvéttól, a feltámadástól. Egy szójátékra viszont hadd hívjam fel a figyelmet, mert magyarban ez nem jön ki olyan jól, mint az angolban. Ugye a Christmas, ketté választjuk a szót, akkor az egyik a Christ, Krisztusra utal, a másik pedig a Mass, igaz, hogy csak egyessel, de a misére. Tehát ott egy sokkal nagyobb érzelmi töltete van ennek a szónak, mint itt Magyarországon azt mondjuk, hogy karácsony. Ott az angol száz nyelv területen ebben konkrétan megjelenik Krisztus neve, a megváltónak a neve ebben az ünnepben. És vajon, hogyha nem akarjuk kirekeszteni a muszlimokat ebből a, nem tudom, az ünnepből, vagy a mi közösségünkből, belegondolunk-e abba, hogy ha mi elmennénk valami egy iszlám országba is, ott azt kérnénk, hogy ramadánkor ne viselkedjenek úgy, ahogy, vagy ne tegyenek meg bizonyos dolgokat, mert ez sérti az én keresztény. Egyenek már legyenek szívesek napközben. Igen, legyenek és igyanak. És lehetőleg sertéshúst. És igyanak már velünk meg egy pohár bort, hiszen az a mi megváltónknak, a Jézus Krisztusnak a vére. Sőt, hát ne akarjanak már megsérteni ne is, minket. Ne is menjél messzire. Engedjék meg, hogy én igyak egy korsó sört a foci meccsen, amit Katarban rendeznek. De még csak ez sem tehetem. Még csak ez sem játszik. Na de nem, itt nem ők kérik, hanem mi túlbozgóskodunk. Ez egy gyarmatosítás. Szerintem a Robi a maximális jó indulattal elemezted ki a helyzetet, miközben itt azért nem ez a nagy filozófiai gondolat a cégeknek a fejében, hogy most itt a szellemiségnek, vagy pedig a szent személynek feleljenek meg, hanem egyszerűen egy ilyen PR gyávaság, hogy nem akarok én magamra rántani semmilyen woke meg cancel culture sajtó visszhangot, a legjobb lesz, ha elsúnyogjuk az egészet, és egyébként lehet, hogy jól gondolják, mert lehet, hogy eleve el kellett volna súnyogniuk az egészet, mert ugyan miért vállalatoktól kapok én karácsonyi üdvözlőkártyákat? Kik ők nekem? Szeretnek ők engem tényleg? Vagy én tényleg ugyanazzal a szeretettel szeretem őket, hogy meghívom őket a karácsonyfám köré? Szeretném, ha ott lennének a családom körében? Tehát, hogy egyáltalán nem is személyek van szó, mert hogy ha még emberek lennének, akkor nem lennék ilyen bunkó, hogy azt mondom, hogy semmi keresni valójuk az én karácsonyfám környékén, mert miért ne? De hát ezek KFT-k meg ZRT-k, akiktől naponta jön 5 hírlevél, hogy azért ne feledkezzek meg majd róluk sem. Nem, az az érdekes, hogy ők az antikrisztusi személyek, és ők azok, akik most már definiálják a karácsonyt, meg a kereszténységet, meg a Jézus Krisztusra való emlékezést, vagy arról rá való nem emlékezést, vagy az etikus Krisztus szellemében úgy kell a Krisztusra emlékezni, hogy ne mondjuk ki a nevét, mert az sérthet egyeseket, akik nem emlékeznének a Krisztusra jó szívvel, meg azt se tudják, hogy ki az a Jézus Krisztus, de nem mondd el neki, azzal teszel neki jót, hogy elmondod neki, vagy beavatod őt a misztériumba, azzal teszel neki jót, hogyha meghagyod őt a hiedelmében, és tolerálod őt a hiedelmében.
Tudod, úgy kell ő hozzá viszonyulni, hogy nehogy azt érezze, hogy ő pusolva vagy presszionálva van. De tudod, kik azok, akik felszólítják a lelkes személyeket arra, hogy a kereszténységet meg a Krisztust hogyan kell toleráns módon megjeleníteni, érvényesíteni az ő születésnapján. A lelkes személyek? Nem, éppen a lelketlen személytelenek. Ők a multinacionális részvénytársaságok, akiket megszemélyesítettünk és emberi jogokkal láttunk el, hogy aztán elmagyarázzák nekünk, akikhez eljött a Jézus Krisztus. Tudod, nem ők, akik eljöttek a Jézus Krisztus helyett, hogy a mi halhatatlan lelkünket felváltsák a halandó énünkre, meg a halandó fogyasztói kosarunkra. Ők elmagyarázzák nekünk, hogy nem kell annyira ezt a Jézus Krisztus nevét kapacitálni most csak azért, mert az ő születésnapja van. Hívjuk ezt fesztiválnak. Ez egy fesztivál, és akkor nem sértődhet meg senki. És a Jézus Krisztus se fog, mert ő érteni fogja, hogy mi ezt azért hívjuk fesztiválnak, mert hát muszlimok is érezzék a maguk ünnepének. Igaz, hogy semmi köze nincsen Mohamed prófétához, igaz, hogy a Jézus Krisztushoz van igazából köze, de most miért kell ebből őket kirekeszteni? Fogadjuk be őket a valamibe, ne a keresztény. Mert az kirekesztés lenne, hiszen nem akarjuk rájuk kényszeríteni a kereszténységünket. Hát mi muszlimként szeressük őket egy fesztivál keretében. Legyen ez egy fesztivál, csak akkor tényleg a Jézus Krisztus van még a jászolban? Tényleg ez még mindig az az ünnep, aminek kitalálták, vagy kitaláltuk? De legalább lennének következetesek, és lenne annyi eszük, hogy mondjuk itt arra hivatkoznak, hogy nem akarják megbántani a muszlimokat, a zsidókat, de nem ugyanezek az emberek azok, akik betiltják a hijábot, és megtiltják a muszlim nőknek Európában, hogy viseljék a serb kulturális öltözetüket, és így ők is rosszul fogják magukat érezni, ez az egyik, a másik pedig... Igen, de szerintem az a jó, az a helyes, tehát szerintem amikor a Macron azt mondja, hogy francia iskolákban és francia közintézményekben nincsen helyük vallási jelképeknek, semmilyen vallási jelképnek, semmilyen vallási ruházatnak, mert a francia állam és a francia állam étosza, Gloire egyetemesen vonatkozik mindenkire, és ez egy világi entitás a francia állam. Nem vallási, nem egyházi. A te vallási életednek, vagy a te hitéletednek a megélése az, vagy az otthonodban, vagy a szentélyedben történjen, a francia állam közintézményeiben pedig ezeknek nincsen helyük. És én nagyon tökösnek tartom az Emmanuel Macront, hogy ebbe beleállt, és hogy nem szolgáltatta ki ezt az álláspontot a Le Pennek, hanem a centrum, a politikai centrum integrálni tudta Franciaországban ezt az álláspontot. A Gergő tök jó helyre evezett, amikor a Ramadánnal ráhuzamot próbált vonni, csak máshonnan vonnám, hogy én szeretném elképzelni, hogyha én lennék abban a helyzetben, amiben most mondjuk egy muszlim, vagy egy nagyon ateista ember, bár kétlem, hogy annak bármi problémája van Európában a karácsonnyal, vagy annak a megnevezésével, de mondjuk, hogy én vagyok egy közel-keleti országban, ahol az ország legjelentősebb ünnepét éppen megülik, én hogy érezném magam, és én igényelném-e azt, hogy rám legyenek tekintettel, mert engem zavar az ő ünnepük, és egyáltalán nem. Tudod, úgy érezném magam, hogy de jó, hogy tanulja vagyok ennek a kultúrának, örülök, ha rám nézve nem kötelező, mondjuk tevékenyen részt venni benne. Nincsen problémám azzal, mondjuk Tájföldön a Buthának a különböző ünnepein, hogy aznap alkoholt nem szolgálnak ki semmilyen kocsmában, hanem azt mondom, hogy na hát akkor csoda, hogy egyáltalán a másik napon felszolgálnak egyébként, hogy szívesen részt veszek benne, és tökre örülök, hogy ők komolyan veszik, nem sért. Ezért nem gondolom, hogy ezen a helyen, ahol mi élünk, mást ez komolyan zavar. Az más kérdés, hogy akinek ténylegesen decemberben van ünnepe egy más vallásban, arra valahol árnyékot vete, vagy talán nem elég inkluzív úgy elküldeni a kollégáidat, hogy nekik nem kívántál az ünnepükhöz jó szellemet, míg a saját vallásod társaihoz meg igen. Amikor kint voltam Szíriában, akkor hát kértem egy ilyen jó nagy, hogy hívják? És meg is kaptam. Savarmának hívják azt hiszem, a zsidók talán.
Humuszra gondolsz? Humusz. Hát igen, tudod, kaptam egy ilyen nagy dönert. A törökök hívják dönernek. A girosznak hívják a görögök. A savarmának hívják a zsidók, és kebabnak hívják az arabok. Tehát vettem egy ilyen jó nagy kebabot. És azt ott zabáltam jó étvágyjal. Jött velem szemben a jámbor muzulmán hívő, és hát rám szólt. És mondta, hogy Ramadán! Én meg mondtam neki, hogy not my religion. És láthatóan nem tetszett neki, hogy én ott zabálok az utcán Ramadánkor, miközben én nem vagyok muszlim. Nyilván éhes volt. Hát bizonyára éhes volt. Náluk az a szabály Ramadánkor, hogy a nap lemegy, akkor lehet enni, de amint följön a nap, nem lehet enni. Tehát amíg fönt van a nap, Ramadán hónapban nem lehet enni. Nyilván éhes volt, nyilván zavarta. Hát megöröltöd az ő erőfeszítésüket azzal, hogy te közben meg szerintem azt az aktust elvérsz. Szerintem fokozom az ő erőfeszítésüket. Szerintem segítem. Nehezíted, és ettől nehezítem, és az így lesz értelme. Így lesz értelme. Tudod, hogy nem köszönte meg akkor. De tudod, most arra már érti Robert. Úgy érdekes, hogy nem köszönte meg. Érdekes, hogy úgy látta, hogy én ezzel sértem az ő erőfeszítését. De akárhogy is. Ez, amit most itt Európa önmagával... De nagyon voltál minden esetben. Önmagával karácsony. Mi az, hogy az ő országában? Az ő országában ő ne egyen, ha ő muszlim. Miért nem azzal kezdjük, hogy megtérít engem muszlim hitre? Miért a ramadán zabálással kezdjük a dolgot? Én nem vagyok muszlim. Ez nem pont olyan, Robi, ez nem pont olyan, mint itt a hírben, hogy olyan éttermet kell keresni, ahol nem szolgálnak fel a alkoholt. Hát én szerintem úgy áll a dolog, hogy amit most Európa csinál, az nem olyan, mint amikor én zabálok, és ő rám szól Szíriában, hogy Ramadán van, hanem olyan, mint hogyha ő azt mondaná, hogy ő is eszik egy dönert, látva, hogy én dönert zabálok, de akkor ő is eszik, tudod, egy kebabot, hogy jelezze nekem, hogy ő nem akar engem kirekeszteni, ő tolerálja az én vallásomat, ezért inkább megsérti a sajátját, csak hogy ne érezzem magam kényelmetlenül az utcán. Tudod, nem rám szól, hogy Ramadán, hanem ő is vesz egy kebabot, és megeszi, jelezve azt, hogy ez egy nagyon befogadó kultúra. Én még egy olyan párhuzamot el tudok képzelni a te szíriai példádhoz, hogy mondjuk itt Nagy-Britanniában egy muszlim család békésen december 25-én akárhogy is tölti az estéjét a lakásában, és te rárugod az ajtót, és azt mondod, hogy hol a fa? Ugye? Hogy mi az, hogy nincs fa? Hát nálunk van fa. Ez valami nem ilyesmi. Nem kell fát állítani. Ez valami ilyesmi. Te tulajdonképpen ehetsz... Igen, de tudod, ő ezt nem az én lelkiismeretemre bízta. Tudod, ő nem a lelkiismeretek mentén húzza meg a civilizációk határát, hanem ilyen területileg. Tudod, és ezen a területen, itt nekem, ahogyan Orbán Viktor fogalmazott, ha Magyarországra jössz, tiszteletben kell tartanod a helyiek kultúráját. Ilyen módon én nekem muszlim módra kéne élnem ott, mert hogy ők muszlimok, és nekem Ramadánkor nem kéne ennem, a meggyőződésem ellenére, bár a Jézus Krisztus ilyesmit sosem kért, bár mi szent könyvünknek egyetlen egy sora sem kért ilyet soha. Ennek ellenére hát nekem, hogyha kellően toleráns vagyok, hát a toleranciában el kell menned addig, hogy megsértsd a saját tradícióidat, vagy hát a toleranciádnak, mint a pudingnak ez volt a próbája. Ha nem sérted meg a saját kultúrádat, a saját tradícióidat, a saját hitedet, hát akkor annyit is ér a toleranciád, akkor talán a hitedet is hajadra kelheted.